Sziasztok, Matilda vagyok, igen, így jobb a hang. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó ismételten egy barangolás Európában videó lesz. Méghozzá ma Belgiumba fogunk elutazni. Ezzel a könyvecskével itt, amit Gilbert Delahaye írt, azt hiszem így kell kimondani, elég angolosnak tűnik, de amúgy belga maga a szerző. Ez egyébként úgy került elő ez a könyv, hogy anyáik vették most valamiért az unokahúgomnak, de ebből nekünk van egy rahedli fönn a padláson, és amikor én kicsi voltam, nagyon sokat olvasgattuk ezt a Marika sorozatot, vagy Márti sorozatot, mert valamiért van ilyen más, kétféleképpen van, és a hivatalos magyar elvileg a Márti, ez meg elvileg a Koppintottya, fogalmam sincs pontosan ez hogy megy. A lényeg, hogy én lényegében ezeken a mesekönyveken is nőttem fel, és most, hogy ez így előkerült, elolvastam, és rájöttem, hogy ez belga szerzős, és egyébként fel is pakoltam a Marikás, nem, a Mártis verziót, a barangolás Európában most saját polcomra, hogy na ez belga, és ezt én úgy emlékszem, olvastam régen, és valóban olvastuk ezeket, nem pont én, de volt rengeteg részünk belőle, és azokat anyáik olvasták föl nekem. Meg úgy nagyjából szerintem már én is tudtam olvasni, tehát hogy ebben nincsen olyan túlzottan sok szöveg, ez ugye teljes mértékben kisgyerekeknek mesekönyv. Viszont én emlékszem, hogy nagyon-nagyon szerettem ezeket a könyveket, és hát könyv... Kemény 20 oldal és puha kötés, és inkább ilyen kis füzetnek lehetne mondani. De így élénken, tehát mikor nézegettem moly.hu-n a milyen részei vannak, akkor egy csomónak így egyből be is ugrott, hogy borító alapján, hogy ezt tudom, hogy micsoda, ezt is biztos, hogy megvan, és olvastuk, meg ezt. És így ezt elolvasni, erre a részre egyébként nem emlékszem, hogy valaha olvastam volna, így se borító, se maga a sztori nem ugrott be, hogy ez olyan lenne, amit én kiskoromban hallottam volna. De ez egy nagyon sok részes sorozat, szóval ennek van nagyon-nagyon sok része, és nekünk nem feltétlenül volt meg az összes, de nagyon sokat abból én olvastam már annó. És tényleg nem tudom megállapítani, hogy a Mártis vagy a Marikás verziót. Mert a belga verzió meg Martine, nem tudom, hogy kell kimondani belgául. Vagy szerintem az francia, szóval nem tudom, hogy kell kimondani franciául. Na igen, de ez egy ilyen nagyon aranyos kis illusztrált, főként illusztrált könyvecske, és ez, amit én most magamnál tartok, amit elfelejtettem eddig megemlíteni, szóval ez a Marika barátai a fény szigetén című kötet. Tehát ilyen tényleg ilyen nagyon rövid, nagy betűkkel, kevés szöveg, sok illusztráció, röviden, gyorsan megfogalmazott kis történetek. Emlékszem, hogy volt olyan, amiben a Marika beteg volt, akkor ez egy ilyen rövid kis sztori volt arról, hogy ő most beteg, akkor volt egy babysitteres sztori is, tuti, arra is emlékszem. Na igen, szóval ez egy belga szerző, és én tényleg gyakorlatilag ezen nőttem fel, és így a gyerekkoromnak egy ilyen szép emléke ugrott vissza, amikor ezt így megláttam. Tényleg rengeteget olvastam, megforgattam ezeket a könyveket. Ugye akkor még nem tudtam olvasni, szóval csak így nézegettem a képeket. És még mindig nagyon tetszik egyébként az egésznek a stílusa, meg ahogy meg van illusztrálva. Úgyhogy kapva kaptam az alkalmon, hogy ez itt van, gyors elolvastam, nem volt túl megterhelő, és igazából így ezzel tudtam készíteni egy barangolás Európában Belgium részt. Mert hát ez ugye belga, ezt már sokszor elmondtam, majd jó, meg kell vágni ezt a videót. Igazából ugye mindegyik kis kötetecske másról szól, nyilván a cím elég sokat elárul náluk arról, hogy miről szól. Márti a babysitter, na az tuti meg volt nekünk. Márti a cirkuszban, a parkban, a tanyán, a vonaton, az állatkertben, az iskolában. Márti balesete. Márti egy mennyit és egy esernyő, ezekre nem emlékszem. Erdőn, mezőn, csodás ajándék, félelmetes kutya, és a háztartás? Na, a kis kuktákra tuti emlékszem, azt sokszor olvastuk. Póni. Póni lovasunk szerintem nekünk nem volt, ami érdekes, tekintve, hogy én itt lóbolon vagyok. Kóbor, kis cica. Az is rémlik. Négy évszak. Szellemek. Na mindegy, szóval itt tényleg lehet látni, majd ponton is fönn van egy trillió rész belőle, és szerintem eredeti nyelven még több van. De ez így most egy ilyen kis időbeli visszautazás volt számomra. Szép emlékeket idézett föl,
és teljesen jó indok volt arra is, hogy csinálhassak egy új Baragolás Európában részt. Kis közérdekű információ ennek a videónak így a végére. Egyrészt a molyos Barangolás Európában kihívásom hamarosan lejár, és nem tudom, újra akarom indítani, de lehet, kéne, jó lenne, mert nagyon sokan részt vettek rajta, mert mindenki mondta, hogy tök jó. Viszont elindítottam egy barangolás Amerikában, egyelőre még csak kihívást Molyon, de már olvastam hozzá könyvet, egyet, úgyhogy hamarosan, nem hamarosan, mert kb. Majd februárban, mert a januáromat beterveztem, de majd lesz ahhoz is külön videó sorozat, elindul így úgymond a csatornán, és majd szépen lassan haladok át a többi kontinensre, csak egyelőre még így próbálok főként az Európára koncentrálni, és így szép lassan beszivárogtatom az amerikai kontinenst is, hogy minél több nem amcsi és nem brit szerzőtől olvashassak könyvet, és olvassak is, mert szeretnék, hogy kicsit tágítsam a repertoáromat. Na igen! Szóval akkor ez a Marika per Márti sorozat, akármelyik kötetét ide lehet sorolni a belgiumi kis barangoláshoz. Egyébként kommentben írjátok meg, ha nektek is ilyen gyerekkori emlékeket idéz, vagy nektek is sokat olvasták ez gyerekkorotokban, vagy így rémlik ez a Marika Márti vonal, mert így én is így megláttam, és mondom szerint, tehát mikor majon néztem, így megláttam, mondom szerintem ez az, amire én gondolok. És aztán anyáik megerősítették, mert ők az ilyenekre nyilván jobban emlékeznek, mint én. Mert 3 éves, meg ilyen nagyon kicsi koromból túl sok emlékem nincs ilyen kristálytiszta, hogy erre emlékszem. Na igen, szóval írjátok meg, hogyha nektek is ilyen gyerekkori kedvencetek volt, úgymond, vagy gyerekkorotokban forgattátok ezeket a könyveket. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, vagy ha tetszett, nyomtok egy like-ot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!